Sziasztok, Ára vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, ez itt a VTX Tab 74 tablet, és már a beállítások meg van nyitva. Itt látható az, hogy jelenleg ezen még egy 2.6.34-es kernel verziójú ICS ROM van, ez éppen egyébként egy Kelzsocaféle főzött ROM, de ezt most a VTX frissítésével fogjuk feldobni egy kicsit, amely már egy új kernelt kapott. Ehhez elő ki kell kapcsolni a tabletet, memória kártyán, amely itt van nálam, microSD-re felmásoljuk a VTEC oldaláról letölthető adatállományt, amely szükséges ehhez. Csatlakoztatjuk a memória kártyát, majd pedig a hangerő fel gombot nyomva bekapcsoljuk a készüléket. És csak most, miután a zöld felirat felugrott, utána engedjük el a hangerő fel gombot, és elvileg most a recovery el is indul, hogy le tudjuk ebből frissíteni majd a X-Tab 74-nek a romját. Fontos az egyébként, hogy mielőtt ezt megkezdjük, ezt a frissítést olvassuk át, hogy hogy is kell azért ezt csinálni. Memóriakártya, amit használunk, azt előtte formázzuk le, és lehetőleg olyan memóriakártya legyen, amire nyugodtan rámerjük bízni, és nem fog összeomlani. Egyébként bőven elég erre egy 2 GB-os microSD is. Illetve fontos az, hogy a memóriakártya mindvégig bent legyen a tabletbe, lehetőleg ne vegyük ki abból, mert azzal meg is öljük a készüléket. Úgyhogy miután ezeket én már megcsináltam, így jelen pillanatban szépen tölt ez a kis Android logó itt. És várhatóan előkészíti a frissítésre a tabletet. Már most újra is indul. Ugye itt már a VTEC-től megszokott brand logót látjuk, boot screenként. És első indításképpen indul a VTEC, most ugye még az utolsó beállításokat konfigurálja a tablet. És már most elején is indult az új rendszer. És hogyha megnézzük a beállításokban, itt már láthatjuk azt, hogy felkerült az új 4.03-as ROM, amely már a 3.08-as kernelre alapul, amely azért jó, mert ez már egy Ice Cream Sandwich-re szabott kernel, így sokkal gyorsabb, stabilabb a készülék. Látható egyébként a build számból is az, hogy ez viszonylag friss ROM, hiszen 6. hó 20-ai közzététellel született meg, és ezzel elvileg a tabletünk sokkal gyorsabb, gördülékenyebbé is vált, amelyet ugye hosszabb távú használat során élvezhetünk majd. Ez volt át végül a VTEC X-Tab 74 Ice Cream Sandwich frissítése, és az első frissítés, amit körülött rá a gyártó. Ádám voltam, Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!